Ez nagyon csiki. Nagyon csiki, igen. Meg mézsed a fa, hogy nem megnézem, én is. Csikifa, csak így becézte az udvari család a kertjükben található hatalmas fenyőt. Innen a Szület utcából érkezett a város idei karácsonyfája, melyet még az előző tulajdonos ültetett a kertbe 30 évvel ezelőtt. A fát akkor szintén karácsonyfának vásárolta az akkori tulaj, a kertben pedig 3 évtized alatt nőtt meg ekkorára. Az udvari család 4 éve költözött a házba, most pedig úgy döntöttek, felajánlják a fenyőt a városnak. Ez a legszebb fánk a kertünkben, és úgy gondoltuk, hogy Fejvárt is megajándékozunk ennek a fának a látványával. Így érkeztek meg a városgondnokság szakemberei kora reggel a családhoz. A majd 10 méter magas fenyő kiválasztását hosszas keresés előzte meg. Idén rengetegen ajánlották fel fenyőfájukat Székesfehérvárnak. Végül formája miatt esett a választás a Szület utcai fára. Elég szép magas, az ezüst fenyő is egy jó faj. Ezt is nagyon kedveljük, illetve hát a formája volt még elég tömött, ilyen szép háromszög alakú, ilyen klasszikus karácsonyfa forma. A fa kivágása is komoly logisztikát igényelt, hiszen a hatalmas fenyőt a szomszédba kellett a kivágását követően átdarúzni, majd autóra rakni. Miután a fát megreptették, felkötözték egy hatalmas kamionra, és elindultak vele a belvárosba. Délelőtt 10 óra körül érkezett meg a karácsonyfa a városháztérre, miután daruval leemelték a fenyőt az azt szállító teherautóról, elkezdődhetett a törzs befaragása. A közel 40 perces műveletet többen figyelemmel kísérték a városháztéren. A város karácsonyfája végül nem sokkal 11 óra előtt került végleges helyére, ahol aztán az adventben sok ezer fehérvári csodálhatja majd ezt közösen. A fa felállítását követően a következő napok a díszítésről szólnak majd, egyrészt a fa feldíszítéséről, másrészt a belváros kidíszítéséről, hiszen a következő hétvégén már az első adventi hétvége lesz, amikor is indulnak a fehérvári adventi programok is.